Köszöntöm Önöket! Az Emléktár második adását látják itt a Szombathelyi Televízióban. Műsorunkban a rendszerváltás korszakának archívumát idézzük fel. Interjúk, riportok, dokumentumfilmek mesélnek arról, milyen volt az élet Vas megyében 25-30 évvel ezelőtt. A mai adásban megmutatjuk, hogy nézett ki a szombathelyi főtér, amikor a régészek feltárták a most egy bank ügyféltere alatt látható római kori épületrészeket és útkereszteződést. Szombathelyen egykor világhírű cipőgyár is működött, az üzem bemutatkozó filmjéből láthatnak majd részleteket. Bepillantást nyerhetünk a gyógyfürdő üzemeltetés rejtelmeibe. Kiderül, a rendszerváltás előtti években már nagyon érett, hogy új szelek fújjanak a gazdaságban. Végül láthatnak egy különleges felvételt a Buratino gyermekszínház egyik előadásáról. De most kezdjük egy komolyabb témával. Mi a teendő vészhelyzet esetén? Nem könnyű rendet tartani akkor, amikor mindenki legszívesebben fejvesztve menekülne. Pedig valakinek akkor is el kell látni a sérülteket, és meg kell szervezni a mentést. Ma úgy hívjuk ezt, hogy katasztrófavédelem. 30 éve polgári védelem volt a neve. A rendszerváltás előtt 4 évvel rendezték az utolsó nagyszabású polgári védelmi gyakorlatot Vas megyében. Több mint 1000 ember vett részt benne. Itt Sárváron szimulálták a helyzetet. Dőljenek hátra, helyezkedjenek el kényelmesen. Következik a vészhelyzet Vas megyei kiadásban. Petőfi lakótelep figyelem! Petőfi lakótelep figyelem! Vegyi veszély! Vegyi veszély! A veszélyeztetett terület nagysága egész lakótelepre. Négyes lépcsőház, ötös lépcsőház, hatos, hetes lépcsőház. Feladatunk, kilakoltatás, megkezdeni. Értettük. Biztos tőlük. Katasztrófa helyzetben a lakosság kimenekítését a rendőri szervek és munkásőr erők szervezettségük, felkészültségük és technikai feltételeik alapján képesek végrehajtani a megyei szállítószolgálat bevonásával. Feladatuk a területzárást, a rendfenntartást, a pánik elkerülését biztosítani és segíteni a lakások szervezett elhagyását. Az oszlop indítására a munkásőr alegység parancsnok a végrehajtás jelentését követően ad engedélyt. A hátrahagyott lakások őrzését a visszatelepítésig a rendfenntartó erők biztosítják. Kimenekítés után a lakosság elhelyezéséről és teljes ellátásáról gondoskodni kell. Az üzemben kialakult katasztrófa helyzet felszámolását az üzemi polgári védelmi alegységek a műszakban lévő dolgozókkal együtt végzik. A nagy mennyiségű ammóniát tartalmazó hűtőtároló közelében keletkezett tüzek oltása elsőrendű feladat. Az emberi szervezetre veszélyes anyag kiszabadulásának megakadályozására minden eszközzel törekedni kell. A katasztrófa bekövetkezése esetén a műszaki erők az ammónia ömlést szüntetik meg. A baleset színhelyén a látó- és légzőszervi sérülteket nedves kötszer és bővizes lemosással elsősegélyben részesítik. A város legsúlyosabban rombolódott, megközelíthetetlen területét motoros sárkányrepülők derítik fel, melyek a parancsnok elhatározásához és a mentőmunkák végzéséhez szükséges információkat biztosítják.
A mentőerők mozgását az utakon égő autók és romtorlaszok akadályozzák. A mentőerők parancsnoka a kárhelyre a szárazföldi felderítőkkel együtt érkezik, akik megkezdik a szervezet végrehajtás érdekében a romok alatt rekedtek felkutatását és a terep felderítését. A műszaki mentő kézi alegységek a romok alatt lakásokban és pincékben rekedtek kiszabadítása érdekében a bejáratok előtti torlaszok eltávolítását, illetve a fal melletti munkagödörből a fal áttörést végzi. A nehezen hozzáférhető helyekre födém áttörés után levegőt juttatnak be a túlélés biztosítására. A közműhelyreállítás befejezésével a munkagép a kézi műszaki alegységnek segít a munkagödör kiásásában a bentrekedtek mielőbbi kiszabadítása érdekében. A romok eltávolítása után azonnal megkezdik munkájukat az egészségügyi alegységek. A behatolás után elsősegélyben részesítik, és a sebesült gyűjtőhelyre kísérik, illetve szállítják a rászorulókat. A polgári védelmi alegységek tömeges sérülések esetén a szállítást átalakított sebesült szállító autóbuszokkal végzik. A sérültek szállítása az orvosi segélyhelyre vagy a végleges ellátást biztosító egészségügyi intézménybe oszlopban felügyelet mellett történik. Sokak szerint többek között azért lehetett rendszerváltás 89-90-ben, mert a gazdasági helyzet is tarthatatlanná vált. Az biztos, hogy a 80-as években már látszott, hogy új irányra van szükség. Most két interjú következik. Az egyiket a Büki gyógyfürdő, a másikat a Sárvári fürdő igazgatójával készítették. Érdekes, hogy a két legnagyobb vasmegyei fürdőhely nem tudott rentábilisan működni annak idején. Nem csoda hát, ha a vezetőik változásokat sürgettek. A tavalyi évben 920 ezer, ebben az évben várhatólag 950 ezer fő lesz a látogatók száma. Meg kell, hogy említsem, hogy a látogatók közül közel 32-36%-a nyugati vendég, mely közül elsősorban az osztrákok, nyugatnémedek és skandináv államokból érkeznek hozzánk. Jelenleg a két gyógyvíznek olyan utánpótlódása van, hogy továbbra is tudja biztosítani a Bükkfürdőnek a gyógyvíz szükségletét, valamint ebbe az évbe helyeztük üzembe egy újabb kutat, amelyik nem gyógyvízi jellegű, hanem termálvízi jellegű, mivel nem azon a geológiai mérsége helyezkedik el, mint az előző két gyógyvízkutunk, és így tulajdonképpen tudjuk azt biztosítani, hogy a gyógyvízes medencékben csak gyógyvíz, a termál, illetve más jellegű medencékben pedig ebből a termálvízből biztosítjuk a vízszükségletet. Meglepő dolgot hallottam a faluban. Amikor egyre szépül, épül Bükk, egymást érik az új szállodák, panziók, fogadók, arról hallani, hogy a gyógyfürdővállalatnak korán sem megy ilyen jól. Sajnos nem, de ez nem csak a Bükki gyógyfürdővállalatnál jelentkezik így, hanem minden egyik gyógyfürdővállalatnál, mivel hogy tudod dolog, hogy nyugaton épp úgy, mint Magyarországon, minden gyógyfürdő államilag szubvencionál. Vállalatunk is egy szerény mértékű 5 millió forintos állami dotációt kap, melyel tulajdonképpen részben a veszteségünket igyekszünk kiegyenlíteni, de ugyanakkor a másik oldalnak a ellentmondása, hogy a kereskedelmi, idegenforgalmi, szállodai iparnál pedig jelentős nyereséget tudnak realizálni.
Egy angol cég is vizsgálta ezt a kérdést, hogy hogyan lehetne nyereségessé tenni a magyarországi gyógyfürdőket. Milyen megoldást javasoltak ők? Megoldásra tett javaslatuk a következő. Ugyanúgy, mint nyugati szisztémára, mindegy, hogy RT-nek vagy kurd direkciónak nevezem-e, tulajdonképpen egyesülne a Büki gyógyfürdőn található kereskedelmi idegenforgalmi cégek, és ebből fakadóan a nyereségük bizonyos hányadát a gyógyfürdőkre biztosítanák, mihez egy kell, hogy az illetékes kereskedelmi minisztérium, az egészségügyi minisztérium és vállalatunkat felügyelő környezetvédelmi és vízgazdasági minisztérium együttesen leüljenek és döntsenek, hogy ezeket a kurdirekciókat létre lehet-e hozni, avagy nem. Ha létre lehet hozni, akkor milyen feltételekkel. Azt hittem, a Sárvári Telmák Istály őshazájába érkeztünk, amikor ide Sárvára jöttünk a termálfürdőbe, de az üzemvezető meglepő hírrel fogadott bennünket. Ez nem a termálkristály vize, hanem egy alkáli hidrogénkarbonátos lágyvíz. Ez a felső pannon rétegből jön. A termálkristály vize az lejjebb, a devonkori őskorszakú rétegekből jön, és sokkal erősebb, magasabb sótartalma. A Rábasőmélyénben van egy kut, amely működőképes jelen pillanatban is, ez a Rás 2-es kut. Ebből 60 ezer mg per literes víz jön fel, míg a mi vízünk, ez a lágyvíz, ez csak 3 ezer mg per liter sótartalma. És önöknél akkor csak ez a szegényebb víz van? Jelen pillanatban igen, ezt használjuk a medencékbe, de használjuk ezt a magas sótartalmú vizet is, ezt viszont lajtkocsikba hozzuk be a Rábasőmélyi kuttól, és a kádrendszerünkön használjuk fel. A most épülő medencékben nyilván a lágyvíz kerül majd. Igen, csak a lágyvíz kerül. Az, amelyik jelen pillanatban is a hátunk mögött lévő medencében is megtalálható. És lesz elegendő? Vízünk van elegendő. Számításaim szerint a jelenlegi kivétel mellett 4000 évig elég lenne a jelenlegi vízkészlet. Ha most önnek sok pénze lenne és be akarná fektetni, befektetne ide a fürdő területére? Igen, befektetném, de nem a fürdőbe, hanem inkább szállodákba, vendéglátóipari egységekbe, mivel azok nyereségesek. Sajnos a fürdőnk veszteséges. Jelen pillanatban el kellene dönteni azt, hogy mi lesz továbbiakban. Szociálpolitikai intézmény, vagy esetleg jövedelem érdekeltségű egység, mert jelenleg olyan nagymértékű a veszteségünk, hogy négyszeresére fel kellene menni a jelenlegi árakat ahhoz, hogy rentábilissá váljunk. Tehát egy nullszaltót ki tudjunk hozni az egészből. Az egykori Szavária cipőgyár bejárata Szombathelyen. A hatalmas épület ma eléggé lehangoló látványt nyújt, pedig néhány évtizeddel ezelőtt még millió számra készültek a lábbelik itt. Az üzem 70-es, 80-as években elért eredményét pedig sok mai cég is megirigyelné. A következő néhány percben a vállalat referencia filmjének egy részletét láthatják. Évi 6,1 millió pár lábbeli készítésével Magyarország cipőgyárainak rangsorában a Szavária az előkelő második helyen áll. Három gyárában, Szombathelyen, Körmenden, Vasváron, valamint két gyáregységében, Őri Szentpéteren és Beleden az ország össztermelésének 14%-át állítják elő. Össztermelésének 53%-a a hazai, 30%-a a szocialista és 17%-a a tőkés piacokon kerül értékesítésre. A Szavária cipőgyárban 3500-an dolgoznak, közülük 2900-an nők. A gyár éves termelési értéke meghaladja 2 milliárd forintot. A vállalat jogerődje a szombathelyi bőrgyár volt, amelyet 1899-ben alapítottak. A bőrgyártással párhuzamosan 1937-ben 15 fővel elkezdődött a cipőgyártás. Música 1956-ban, amikor a bőrgyártás megszűnt, 1600 dolgozó évente már másfél millió pár cipőt készített. Música
A vállalat központja Szombathelyen van. Az itt dolgozó 1800 fő az össztermelés több mint 50%-át állítja elő. Innen történik a gyárak központi irányítása. A szombathelyi és a körmendi gyárakban a szakmunkás utánpótlás biztosítása érdekében jól felszerelt tanműhelyben üzemi körülmények között felső részkészítő és cipőgyártó ipari tanuló képzés is folyik. Ha jó az idő, megtelik sétálgató, padon üldögélő emberekkel a főtér Szombathelyen. Ma már természetes ez a panoráma, de nem volt mindig így. A mögöttem látható épület helyén például sokáig nem volt semmi. Egy ásatás zajlott ott, értékes leletek kerültek elő. Úgy volt, hogy egy bevásárlóközpont épül oda. A kérdés tehát adott volt, mi lesz a leletekkel? A szombathelyi főtéren leletmentő ásatások kezdődtek az idén ősszel. Mi mindent találtak eddig a régészek? Először középkori település rétegeket találtunk, 15. századtól visszafelő középkori épületek kerültek elő. Ez azért érdekes, mert Szombathely eddigi történetéből hiányoztak az ebből a korszakból származó leletek. Alatta pedig római kori épületrészletek, illetve egy római kori útkereszteződés került elő. Az épületrészlet érdekessége, hogy az útkereszteződést két oldalt fedett árkát kíséri. A valamikori foghételek helyén bevásárlóközpont épül. Ezek a leletek beépülnek-e majd a bevásárlóközpontban? Lehet-e látni ezeket, vagy eltűnnek és átadódnak az enyészetnek? Mivel hogy az épület alatt föld alatti raktárok és garázsok épülnek, a megtalált dolgok általában megsemmisülnek, ugyanakkor ígéretünk van arra, hogy kivételes minőségű és jó állapotban megmaradt részletek, például szerintem ez az útkereszteződés is érdemleges, erre bemutatásra kerülnek. Kevés olyan esetlegesen előkerülő értéket tudunk elképzelni, aminek feltétlenül és kizárólagosan csak ezen a helyen kell majd kiállításra kerülniük. Ugyanakkor, ha ilyen előkerül, az azt hiszem, hogy a beruházónak, az építetőnek is érdekében állhat, hogy ennek érdekében módosítsa az előzetes terveit. A tervekről hadd mondjak annyit, hogy egyelőre egy pályázat számára készült terv birtokában tárgyalunk, ugyanakkor meg kell fogalmazzuk a város kívánságait úgy építészeti, műemlékvédelmi és egyéb szempontokból, amelyek az építetőt arra bírják, hogy alkalmazkodjon valamelyest a város kívánságaihoz. Nyilván ez egy alkufolyamat, amely még egy darabig el fog tartani. Úgy gondolom, hogy Szombathely városának idegenforgalmi szempontból is nevezetessége lehetne ez. Ezek szerint lehet a városnak olyan igénye, hogy ezt az utat egy passzázsral vagy valamilyen üvegfallal leválasztva, mint ahogy ezt Agvinkumban megtették például, megőrizze az utókornak ezen a helyen. Igen, én azt hiszem, hogy ez további alkudozásokat igényel majd, hogy ezt a passzást éppen itt ezen a helyen kell kialakítani. Szüksége van a Szombathelynek arra, hogy a már létező romkert mellett egy újabb romkertet nyisson, vagy pedig valamilyen attrakcióvá emelhet egy ilyen római kori emlék egy új beruházást. Végül kultúra. A 80-as években működött Szombathelyen a Buratino gyermekszínház. Vezetője és rendezője Devecseri László volt. A gyermekszínészek azóta már felnőttek, és más foglalkozást választottak maguknak, ezért is érdekes lehet megnézni egy előadás felvételét 1991-ből. Okay.
Talán lurkok, nagy betyárok, most az egyszer megjártátok. Megkóstoljátok e botnak mindkét végét, hogy soká őrizzétek emlékét. Ráadásul három hétig dupla leckét feladok, dupla leckét feladok, dupla leckét feladok. Százszor hallottam ezt tőletek, nem hiszek már többé nektek. Mindig szorgalmasak leszünk, hol sok örömet szerezzünk. Most az egyszer nem lesz pardon, kiborollak, mint a padon. Minden nem lesz rám, több panasz, jaj, lesz annak, aki ravasz. El a volt. Sok az ember, még az egyszer, most mit tegyek? Drága mester, még az egyszer, tessék megbocsájtani. Jaj, a szívem kezd mozogni, nem bírál el hallani. Ennyi fért a mai emléktárba. Legközelebb egy hónap múlva jelentkezünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Viszlát!